horgolás, szövésszappan készítés. Csak néhány azok közül a mesterségek közül, amely az idő múlásával sajnos mára már teljesen háttérbe szorult. Azonban településünkön is élnek még olyan emberek, akik egy már-már elfeledett szakmával, mesterséggel foglalkoznak mai napig és hétköznapjaik során. Közülük 19-en mutatkoztak be a közelmúltban kiadott Hagyományaink éljenek tovább fiataljainkban című tanulmányban. A kiadvány célja az, hogy ne merüljenek feledésbe ezek a régi mesterségek, és hogy próbáljuk ezeket továbbadni a fiatalabb generációnak. A tanulmány az Esély Otthon projekt keretében készültett el, és 9 helyi fiatal készítette az ott olvasható interjúkat. Dr. Szabó Irma a Földesi Értéktár Bizottságának elnöke mutatta be a kiadványt. Vannak olyan értékeink a helyi társadalmokban is, amelyekre nem csak karácsony és ünnepek táján gondolunk, hanem ezek az értékek, emberi tulajdonságok teszik szépé mindennapjainkat. Nélkülük nemhogy ünnepünk nem lenne, hanem a mindennapjaink is szegényesebbek, megkopottabbak, örömök nélküli. Nem nagy dolgok ezek, de nagyon szép emberi tulajdonságok. Ilyenekre gondolok, a munka szeretete, a tisztesség, a becsület, a hagyományok ápolása, az önbecsülés, a gondolkodás, a kreativitás képessége, a mások tisztelete, és a munka öröme és szeretete. Ez mind olyan érték, ami apáról fiúra száll, és a mindennapokban tanuljuk meg, hogy majd felnőve adjuk tovább a következő nemzedéknek. Maradandó értékek ezek, amelyekkel törődni kell, tenni kell azért, hogy az ifjú nemzedék ezeket megtanulja, és ő is tovább tudja adni. Önkormányzatunk egy életen át Földesen projektje számtalan lehetőséget ad a 14-35 év közötti fiataloknak, és köztük adta, ennek részeként adta azt a lehetőséget is, hogy megismerkedjenek azokkal, akik rendelkeznek ezekkel az előbb felsorolt tulajdonságokkal, megismerhessék életüket, munkájukat, és írjanak belőle ezekből az ismeretekből egy rövid tanulmányt, vagy éppen az elhangzott interjút jegyezzék le. 9 fiatal vállalkozott arra, hogy feltárja, hogy vajon vannak-e Földesen olyan emberek, akik ritkaság számba menő mesterségeket, szakmákat végeznek manapság, vagy végeztek életük egy-egy részében. Több idősebb, illetve középkorú lakosunkat is felkeresték, majd 19-üket választottak ki, és mentek el hozzájuk egyszer vagy több alkalommal beszélgetni. Ezekből a találkozásokból állt össze ez a 147 oldalas, illetve 146 oldalas színes képekkel illusztrált és szépen szerkesztett kiadvány, amely 9 fiatalnak a munkáját tartalmazza, illetve a 9 fiatal készítette el ezt a szép kiadványt. Most, amit nagyon szeretnék a könyv bemutatásakor még elmondani, hogy ezek a kis interjúk, történetek változatos tartalmat takarnak, attól függően, hogy ki mennyire engedett bepillantást az életébe, az életútjába, a mesterségébe, milyen mélyen és mennyit árult el annak a szép szakmának, vagy mesterségnek a titkából, amit lehet, hogy hajdanán kényszerként választott. Vagy éppen azért, mert egy lehetőséget látott meg benne, ha azt elsajátítja, el tudja vele tartani a családját.
Vagy olyan is előfordul, és ilyen is van, hogy saját magát szerette volna kipróbálni egy-egy új mesterség szakma megtanulásakor, vagy éppen az alkotókészsége kibontakoztatásához hívta segítségül azt a tevékenységet. Nagyon szép, értékes munkák születtek, és én bízom benne, hogy önöknek ez tetszeni fog. Néhány kép segítségével kedvet szeretnék önöknek most csinálni éppen a megvásárlásukhoz, illetve ahhoz, hogy örüljenek önök is a közösség által létrehozott alkotásnak, ennek a könyvnek, és fejezzék ki önök is tiszteletüket és szeretetüket azoknak, akik még képesek kétkezi munkával megkeresni a kenyerüket, illetve alkotó módon élni és dolgozni. Én kérném szépen, a könyv nagyban így néz ki. Az első két oldal a kiadói adatokat tartalmazza, és a kiadói adatok után polgármester asszonynak a nyitó szövegét, a előszavát lehet néhány oldalban olvasni. Ezt a kis bemutatót Futó Gina állította össze, aki igen sokat tett azért, hogy ez a könyv ilyen szép formában kerüljön önök elé is. A polgármester asszony előszavát követően éppen Gina az, aki beszélget Jenejéni Nagy Anikóval. Anikó, önök ismerik, és lehet, hogy kicsit meglepő, hogy a horgolás, mint szakma jelenik meg, de ő nem ezt a klasszikus fajtáját végzi, hanem egy japán technikával készített kötött és horgolt játékok kapcsán beszélget vele Gina. Őt követi Kemecsei Balázsné nyírő Irma hímzéssel kapcsolatos vallomása. Jenei Dóra készítette el ezt az interjút, csak úgy, mint Lipcsei Jánosné Szabó Ibolya tanárnőnek a szövés titkaiba, szövés rejtelmeibe betekintést engedő elbeszélését. Ibolya manapság már a huba készítéssel foglalkozik, mint nagyon régi és értékes mesterséggel. Ezek a képek is díszítik ezt a kiadványt. Általában a fiatalok kettő szakemberrel, mesteremberrel, mesterasszonnyal beszélgetnek. Jó Patrícia első interjú alanya dr. Bodos Ádor Erzsébet volt, aki a gobelinezés hercegnőjével, a tűgobelinezéssel foglalkozik, és ezből ennek kapcsán árult el titkokat. A másik interjú alanya Irénke néni volt, Tóth Mihályné, aki férjével, aki a horgolás klasszikus technikáját meséli el, oly módon, hogy aki még nem fogott horgolótűt a kezében és horgolócérnát, az is el tud indulni ennek a szép tevékenységnek, kézimunkának a végzésében. És ez is volt a kiadvány egyik célja, hogy ismerjük meg ezeket a tevékenységeket, amelyek Hajdonán nem is voltak olyan különlegesek. Karácsony közelettével ezek a szép horgolt angyalkák akár jól mutatnak. Kis László két olyan mesterséget, szakmát mutat be, amely hozzá a közel áll. Az egyik a vőfély tevékenysége, Nagy Károly vőfény mesél,
a teendőkről. Karcsi 2011. január 22-én vezényelte le az utolsó lakodalmát, de igen értékes, érdekesen meséli el azt a tevékenységet, ami ezzel jár. A másik mesterség Pércsi László citera készítő. Nem biztos, hogy mindenki ismeri, hogy Laci citerát készít, citerákat készít, és szerencsére nem csak addig fogja a kezébe, amíg ez a két, vagy amíg a pengető hangszer elkészül, hanem utána is szeret rajta játszani. Nagy Katalin, akit az előbb meg is leptünk kis ajándékkal, a képzését elősegítendő, ő is vállalta az interjúkészítést, azért a lányoktól kicsit távol álló mesterséggel, az asztalos mesterséggel ismerkedett, és ismertett meg bennünket, őt pedig Szöllősi Gyula asztalos mester vezette be ennek a rejtelmeibe. Gyulának a munkái nem csak földesen, de Nyíregyházán, Debrecenben, Böszörményben is találhatók. És a másik, már lányokhoz közel álló, és talán manapság egyre inkább végezzük is ezt a munkát, Bunya Eszti néni, Tóth Sándorné száraz tészta készítésről mesél. Megismerjük, illetve emlékezünk a Rákóczi T.S. tésztaüzemére is, de az otthon elkészített tésztákra is kitér Eszti néni a beszélgetés kapcsán. Nagy Zoltán a szakmájához azért közel áll a gyilás készítés, a mézecskalács és tortasz készítés. Nagy Terézia Szalontai Józsefné beszél erről. Én ajánlom az önök figyelmében különösen is ezt a kis interjút, ugyanis Terike nem őrzi a titkot hétpecsésztes lakat alatt, minden egyes mozzanatát elmondja annak, hogy hogyan lehet ilyen szép tortákat varázsolni. Nem biztos, hogy azért, mert gondolja, hogy miért úgyse tudjuk, hiszen ennek azért évtizedes tapasztalat kell, hogy ilyen remek művet tudjon valaki készíteni. Egy ifjú ember képét láthatják, fényképét, Szöllősi Leventéjét, aki most, mint vállalkozó kezdett el a lekvár készítéssel foglalkozni. Biztosan emlékszik mindenki rá, még a kicsik is, hogy milyen nehéz munka volt az több napig is kavargatni a kondérben a lekvárt, de nincs annál finomabb, mint a frissen sült kenyeret megkenni egy kis szilva lekvárral, és azt megenni. Hát még ha jó vastagon be is cukrozzuk. A lekvár vár nagyon ötletes. A szappankészítés, ezt egyesületünk is gyakran tapasztalja, hogy milyen nehéz a zsiradékból, amit más önt kiborít, szappant készíteni. Nagy Ferencné Juci néni belkészített az unokája Zita riportot, és gondolom, hogy nem haragszik meg senki, ha elmondom, hogy azért a szappankészítéshez hozzátartozik Feri bácsi tevékenysége, de a barátnők munkája is, Tóth Lajosné Irma néni munkája is, hiszen együtt szokták ezt a igen nehéz tevékenységet végezni. Manapság már egyre kelendőbb a szappan, és nem csak a zsiradékból csak úgy elkészített, de már sokan gyógynövényt is tesznek hozzá. Ez is akár szép karácsonyi ajándék lehet. Nagyon kellemes hangulatú a riport, a beszélgetés, csak úgy, mint Szabó Istvánné Klári nénivel készített beszélgetés,
a cirokseprű készítésről. Nyilván nem volt olyan nagyon vidám a beszélgetés egy része, hiszen férjével kezdte el Klári néni ezt a seprűkészítést, de emlékezni is jó, ha szép emlékeink vannak, és az a fontos karácsony táján is, hogy ezekből gyűjtsünk össze nagyon sokat. Tóth Lajos bácsi, akit már, ennek a feleségét már említettem, és Irma néni, nagyon sok tevékenységhez értenek a településen. Itt most a gyümölcsfa nemesítésről van szó, ebben a kis interjúban, beszélgetésben, és nézzék meg, hogy ebben a könyvben olyan emberekkel beszélgetnek a fiatalok, akik nem csak mondják, hogy mit csinálnak, hanem már bebizonyították, hogy ők bizony nagyon értenek ehhez a tevékenységnek, tehát ez a könyvnek az az értéke, hogy hiteles. Akik elmondják a tapasztalatukat, azok már bizonyították, hogy értenek hozzá, hogy kitűztek maguk elé egy célt, azon elindultak, és végigvitték, vagy végig fogják vinni, még akkor is, ha bizony egy tevékenységhez vezető út nem mindig sima, tele van akadállyal, göröngyökkel, de hát azért vagyunk emberek, hogy ezeket az akadályokat mi kihívásnak fogjuk fel, megoldjuk, és a munka után érzett öröm ezekből táplálkozik. A következő a méhészet. Szerencsére Földesen már többen foglalkoznak ezzel, de Bíró József bácsi az egyik leghamarabb méhészethez hozzáfogó ember. Kis István egy fiatalabb társával készített Tóth Aliz interjút. Egyébként már Aliz is kezd belejönni a méhészet rejtelmeibe, miután túlélt néhány méhcsípést. Aliz készítette a gyöngyfűzéssel kapcsolatos interjút Tóthné Domokos Irmával. Nem volt neki olyan nehéz dolga, hiszen édesanyja, és néha még találkoznak is. Szép, és ez is klasszikus tevékenység, manapság már egy számtalan új formája is van. Veres Péter két tényleg klasszikus mesterséget űző földesi lakost keresett fel. Az egyik, már látják is, Bíró Lajos cipészmester, vele készített interjút. A másik pedig Körpélyesi Károly férfi szabó. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, és Péter is abban volt, hogy nem csak az interjút készítette el, hanem ő is szeretne férfi szabó lenni. Reméljük sikerül, és tovább is viszi ezt a szép mesterséget, olyan mesterségek ezek, amelyekre valóban szükség van, de nagyon sok munkával jár, és nem mindenki vállalkozik már manapság erre. Én úgy gondolom, hogy ha önök elolvassák ezt a szerkesztők zárszavával végződő kis kötetet, akkor a gyermekkoruk egy része is önök eszébe jut, és eszükbe jut az is, hogy talán a saját hivatásukkal, szakmájukkal is nagyon jó lenne megismertetni a gyerekeiket, a családjukat, hogy a fiatalokban éljenek tovább mindazok az értékek, amit már a nagyapák, a szülők, anyukák, apukák megteremtettek. Mert így megy a településünk is előbb. Én mindenkinek boldog ünnepeket, áldott ünnepeket kívánok azzal a kéréssel, hogy ismerjék meg ezt a könyvet,
az ifjaktól megvárjuk a következő kötetet, mert szerencsére lesz folytatása. Köszönöm. A tanulmány bemutatása után az interjúkat elkészítő 9 fiatal személyesen adta át a kiadványokat azoknak, akiknek mesterségét szakmáját bemutatta az olvasók számára.